A vasárnap délelőtti rendezvény hálaadó ünnepi istentisztelettel kezdődött Móricz Zsigmond 1891-es konfirmációjának helyszínén, a református templomban. Nagy Károly lelki pásztor ige hirdetésében hangsúlyozta Móricz Zsigmond reformátusságát, biblikus gyökereit. A szertartás követően Erdei Sándor, Prügykösség polgármestere köszöntötte a gyülekezetet, a meghívott vendégeket, közöttük Móricz Zsigmond három unokáját, Sáfránné Kolos Rékát, Kolos Virágot és Simon Balást. Szilágyi Péter tanár, a Móricz Zsigmond emlékház vezetője megnyitójában az épületek szellemiségéről, az alulról építkező közösség fontosságáról beszélt, ami Prügyön összekapcsolódik Móricz Zsigmond emlékének az ápolásával. Az eseményen az író unokája Kolos Virág előadásában megosztotta ismereteit, emlékeit a nagyapjáról. Az előadó szólt a tiszacsécsei kisfiúról, Móricz Zsigmondról, édesapjáról, Móricz Bálintról, aki alacsony termete miatt ugyan nem lehetett katona, mégis ő volt a falu első embere. Kolos Virág felidézte, hogy Móricz édesanyja Pallagi Erzsébet családja a falusi viszonyok között a jómódúak közé tartozott. Az édesanyja elhatározása volt, hogy a gyereket tanítatni kell. Móricz Zsigmond sokat köszönhet Prügynek. Megtapasztalta a falusi emberek szeretetét, a rokonok segítségét, és hálás volt tanítóinak, akik hozzásegítették ahhoz, hogy bekerült a debreceni református kollégiumba. Az időutazást követően a helyi általános iskola tanulói Móricz Zsigmond Damaszkuszi élmény című 1933-as tanulmányából adtak elő szemelvényeket. E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója előadásában hangsúlyozta, hogy a magyar irodalmi emlékházak meghatározó eszközök a múlt hagyományainak megismertetésében. A főigazgató megköszönte Szilágyi Péternek a nyári olvasótáborok szervezését, amelynek keretében 6 alkalommal 120 diák ismerkedett az irodalommal. Ennek is köszönhető, hogy a prügyi gyerekek nyitottak a világra, fogalmazott E. Csorba Csilla. Az énekkar műsorát követően Szilágyi Péter emléklapokat adott át a projekt sikeres megvalósításában jeleskedőknek, majd a Móricz Zsigmond emlékház mellett lévő Gondnoki házhoz vonultak az ünneplők. Az épületnél Németh János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium főtanácsosa beszédében a közösségépítés és a kultúra fontosságát hangsúlyozta. A főtanácsos szerint azokon a településeken, ahol a kultúra jól működik, azt jelenti, hogy ott a helyi társadalom élni akar. Prügy megteremtette az ehhez nélkülözhetetlen közösséget, hangsúlyozta a főtanácsos. Koncz Ferenc, a térség országgyűlési képviselője fontosnak nevezte a múlt bemutatását a mai nemzedékeknek, mert ez a jelenben is értéket képvisel. Ezt követően Nagy Károly református lelkész áldotta meg a gondnoki házat, ami immár a prügyi Móricz örökséget gazdagítja, egyúttal hozzájárul a faluba érkező vendégek színvonalas kiszolgálásához. Folyamatosan van jelen Móricz Zsigmond írói világában Prügy. Tehát a diákkori írásától kezdve, ami a fehér könyvben található és egy prügyi karácsonyestéről szól, a Hétkrajcáron át, a Légyó mint halálig bizonyos részleteig, aztán a rokonok alaptémáját is ide köti ő maga is, aztán az Életem regényében ugye egy külön fejezetet szentel, és még 1940-ben is ír egy tanulmányt, Özönvíz után a címe, ami nem szép irodalmi munka, hanem tanulmány, és ugyan nincs beleírva, hogy ez Prügyről szól, de egyértelmű, hogy a prügyi viszonyokról szól. A prügyiek őrzik a nagyíró emlékét. Melyek azok a tevékenységi formák, amelyek napjainkban ezt a célt szolgálják? Igen, a prügyiek tulajdonképpen az 1950-es évek óta őrzik az író emlékét, és hadd beszéljek egy-két olyan dologról, ami ugyan nem a közelmúltban, hanem a régmúltban történt. Ugye Kispál református lelkészt, egykori református lelkészt és Tassonyi András pedagógust nevezhetjük meg, akik elindították a Móricz kultuszt, és tulajdonképpen különféle időszakos kiállításokkal, ugye 1900
70-es évek eleje óta működik emlékházként az önkormányzat tulajdonában. Aztán iskolai vetélkedőkkel, emléktábla állítással, és aztán az én 1996 óta tanítok itt, és olyan 98 óta foglalkozok az emlékházzal, ez számomra teljesen egy önként vállalt feladat volt. 2005-ig én ezt társadalmi munkában végeztem, és utána, amikor megcsináltuk a működési engedélyét az emlékháznak, meg az alapító okiratát, akkor tehát kellett hivatalosan két személy, aki itt dolgozik. Most mi az utóbbi évtizedekben, én elsősorban arra figyeltem oda, hogy egy olyan kiállítást hozzunk létre, ami 2004-ben megvalósult, aminek megfelelő szakmai háttere és alapja van. Tehát nagyon jó az együttműködésünk több mint 10 éve a Petőfi Irodalmi Múzeummal, a Herman Ottó Múzeummal, és mondhatok olyan civil irodalmi egyesületeket, mint a Kazinci Társaság, a Móricz Zsigmond Társaság Szentendréről, vagy a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, vagy itt helyben is alakítottunk egy néhány éve egy hon- és népismereti egyesületet, és ezen túl a szakmai kapcsolatokon és a kiállításokon és a távoli vendégek fogadásán túl azt szerettük volna elérni, és ebben Papné Derján Margit gondnoknő nagyon jó együttműködő partnerem, ketten dolgozunk az épületben, hogy a helyi embereket becsalogassuk. És ezért csatlakoztunk a Kulturális Örökség napjaihoz, néhány éve a Múzeumok Éjszakája programhoz, és ezen kívül még néhány olyan helyi programhoz, ahol megpróbáljuk becsábítani a helyieket, és olyan színes, gazdag programokat adni, amelyek vonzóvá teszik, hogy itt van egy épített kulturális örökségünk, és ugye ez az épített örökség nem csak azért fontos, mert ez egy 1897-es építésű kis parasztház, tehát önmagában az épület is fontos, hanem maga az a szellemiség, ami Móricz révén ide kapcsolódik, fontossá teszi számunkra. Az Európai Unió támogatásával és hazai pénzügyi alapból 10,6 millió forintot költött a helyi önkormányzat a gondnokihez felépítésére. A Móricz Zsigmond emlékház környezete megszépült, ami bizonyíték annak, hogy a helyiek őrzik és gondozzák, ápolják az egyik legnagyobb magyar író, tárgyi és szellemi emlékét, Prütyön.